Az 1400 lelkes településen több mint 2500-an voltak kíváncsiak a Fradi vendégjátékára. Az első helyzet a hazaiak előtt adódott a harmadik percben, Fabu azonban Holzer kapust találta telibe. Az első fél időben a Ferencváros nem jelentett sok veszélyt a sényői kapura, a 49. percben azonban Marics megmozdulását szabálytalannak ítélte a játékvezető, aki a 11-es pontra mutatott és második sárgával kiállította a hazaiak támadóját. A büntetőt Finnbogason váltotta gólra. A 63. percben megduplázta előnyét a Fradi, Petják baloldali beadását Finnbogason fejelte Gagyi kapujába. A 75. percben már 3 góllal vezettek a zöldfehérek, Lovrencsics Balázs labdáját Georgiev is lőtte a kapuba. A 4. ferencvárosi találat már a hosszabbításban született, Lovrencsics 14 méteres lövése között ki a kapuba alsó sarkában. Nehéz ilyen minőségű pályán játszani, és valószínűleg emiatt is volt több hiba a kelleténél, de láttam a motivációt a fiúkban, és azt csinálták, amit kértem tőlük. A hazaiak játékos edzője szerint, amíg teljes létszámban volt a sényű, addig fel tudta venni a harcot az NB1 lista vezetőjével. Az első fél időben ugye a látottak alapján teljes mértékben visszakaptuk azt, amit kértünk a játékosoktól, egy nagyon zárt és szervezett védekezésből indultunk ki, és abból ugye kontrákból, valamint feljutatni ugye a labdát a támadó harmadból, ott megtartani, ahhoz felzárkózni, és ugye kontrákból veszélyes lenni az ellenfélre. Úgy gondolom, hogy el is jutottunk egy párszor ebből a kapuig, még helyzetünk is volt, úgyhogy az első fél idő szerintem nagyon rendben volt. A sényűiekben a 4 gólos vereség és a kiesés ellenére sem maradt hiányérzet. Teljes mértékben elégedettek vagyunk a látottakkal. Én azt már mondtam a mérkőzés előtt is, hogy ennek a mérkőzésnek már mi voltunk a nyertese azzal, hogy egy amatőr csapat egy Ferencvárossal játszhatott, és talán ez a Magyar Kupa szépsége, hogy ennyien voltak kíváncsiak erre a mérkőzésre. A másik megyebeli csapat, a Kisvárda, Szentlőrincen hosszabbítás után aratott 4-1-es győzelmével harcolta ki a továbbjutást. A nyolcaddöntőben a várdaiak a Ferencvárossal találkoznak. A párharc két meccsét februárban játsszák majd le a csapatok.